támogattak, illetve azt a polgármester jelöltet, aki hát a kijelentései miatt azt gondolom, hogy baloldali értékrendben, de szerintem humánus értékrendben sem támogatható. Eltelt néhány hónap, és Gyurcsány Ferenc elnézést kért ezért a támogatásért. Nagy kérdés, hogy ki kért elnézést a baloldali választóktól Miskolccal, hogy most mit csináljanak? Kérik vissza a szavazólapot és satírozzák ki. És ugyanez a helyzet fog előállni most itt Veszprémben, hiszen egy olyan jelölt indul jobboldali jelöltként baloldali támogatással, aki világossá tette, hogy az ő elképzelései szerint csak az szavazzon, aki adózik. Az elmúlt három évben az egészségügyi problémáim voltak, egy balesetből kifolyólag, és hát abból két évet kórházakban és egészségügyi intézményekben töltöttem. Egy személyes tapasztalatom volt megítélni, hogy tarthatatlan állapotok vannak az egészségügyben, akár a személyzetet tekintve, vagy az épületeket.